Gyerekek, mai órán témája, hogyan lehetne békésen együtt élnünk itt a Kárpát-medencében. Ismételjétek el. Hogyan lehetne békésen együtt élnünk itt a Kárpát-medencében? Egyet átmenetileg egy osztályban fog tanulni a helybeli roma, zsidó és székely menekült. Remélem, jól kijöttök majd egymással. Hát mi kigyűnnénk egymással, csak mindenki világszövetségi elnök akar lenni, ugye? Itten ő is, itten már a Manus, itten már aztán meg már a Móriczka is, meg most már én is az akarom. Hát, tanár úr, elvették Erdélyt, Felvidéket, Horvátországot, hát Jeruzsálemet már ne hagyjuk. Jeruzsálem nem tartozik Magyarországhoz. Csurka szerint igen, és én hiszem neki. Mert a Magyarok Világszövetségének az elnöke például a Gazsi. Én csomidalzománnak örülnék, ha első körben kicsit magyar lehetnék. Gazsi különben se lehetne. Magyar. Levinni a főváros Budapestről Zámolyra. Én pont Zámolyra. Ott szeretik legjobban a cigányokat, ott szeretik majd megesik. Ja, majd megesik, a biztos. Honnan van a cigánpecs, a gyerek? Rasszista hülye dumákkal maradj már magadnak, tétem már. Ezért megyünk mindennyien. Strasbourgba. Na, csak Burgba. Mi? Jóta kimutatok Strasbourgba, nem találják a Strasson. Áron, Áron, édes fiam, nem szeretem ezeket a rasszista... Rasszista! Mondom, rasszista vicceket. Utálom, hogy a cigány lusta meg, hogy lop. Mindenkinek meg kell adni a neki járó tiszteletet. Csókolom az igaz száját a tanáról, de teljesen igazán. Rossz, rasszista vicceket vicceltem, terjesztem. Csak maradjál már vicceltem. De nem viccelti belülről gondolod, az az igazán. Rossz, hülye viccektől van. Harsog az ország, például nem tudom, ismeri a tanáról. Hogy szólítják a cigányt, ha elegáns, nyakkendőbe, kiborotválva ül egy helyen? Hogyan? Vádlott, álljon föl. Jó van, Gazsikám, maradjál már! Ne sértődnek már mindenen, na! Milyen volt Strasbourgban, mondd már? Jó, szép fehér utcák vannak, szélesek marára, de úgy volt, hogy megyünk Kanadaországba, és hogy az egyik főnökünk előre szaladt megnézni, mi a helyzet, hazajött, mondta, jó a helyzet, mert mindig szerdán kell dolgozni, aztán mégsem ment. Mi? Kiderült, hogy minden szerdán. Vegyetek példát Áronról, hogy ő milyen segítőkész. Apropó Áron, tegnap láttam, vittél egy tehenet. Hova vitte? Orvoshoz. Oh, beteg a tehén? Nem beteg a... Nem ad elég tejet? Ad az tejet! Akkor miért vitted az orvoshoz? Az övé. Áron, vidámos, Áron! Jó van, Áron, akkor arról beszél, hogy hogyan kerültél te ide mi hozzánk Erdélyből? Jó, tanár, volt egy csodálatosan szép álmom. Azt álmodtam, hogy Bukarestbe jártam. És mi volt ebben a csodálatos? Az, hogy útlevéllel. Igaz, hogy a határon kívüli magyaroknak lesz magyar útlevelük? Terveznek ilyet. És az igaz, hogy a magyarországi magyarok meg személyével kimehetnek külföldre? Igaz, fiam, terveznek ilyet. És az igaz, hogy a cigányoknak kötelező lesz. Ennyi már, Gazsi, nincs itt, fiam, akkora rasszizmus, mint ahogy azt beszélik, mint ahogy antiszemitizmus sincs. Pedig igény lenne rá. Tanár úr, sokkal jobb itt zsidónak lenni, mint antiszemitának. Igen. Mert a baj van, a zsidó kikeresztelkedik. Az antiszemita úgy marad. Apropó, Móricz, hallom, a fiat kikeresztelkedett. Mit tettél, amikor meghallottad a hírt? Hát ugyanazt, amit a jó Isten csinált hasonló helyzet. Miről mit csinált? Új testamentumot. Lehet, hogy követem a példáját, mert már elegem van abból, hogy kezembe veszem a Magyar Fórumot, és mindig azt olvasom, hogy mindenért a zsidók a felelősek, meg a biciklisták. Miért pont a biciklisták? Miért pont a zsidók? Áron, fiam, felség. Nagyon szépen köszönöm azt a disznótoros kóstolót, amit... De! Ez lehurkázta a tanár! Nem a hurkázta! Gazsi! Szóval köszönöm szépen, Áron, nagyon finom volt, de hát rengeteg! Nem túlzás ez! Ugyanezt kérdezte édesanyám is, hogy nem túlzás ez! Azt mondta neki apám, nem túlzás! Szükségünk lehet még arra gazemberre!
Amúgy, fiam, te például hogyan vigyázol az egészségedre? Na most figyelj, na tanár úr. A múltkor nagyon fájt a fejem, meg szédültem is. Ele fölkerestem Buda legelegánsabb magánklinikáját, hogy gyógyítsanak meg. Sikerült is? Azóta az ő fejük fáj. Miért? Nem tudtam kifizetni a számlát. Miért nem mentél valami olcsóbb helyre? Mi? Én? Hát tanár, nekem semmi se drága, az egészségemről van szó. Ugyan már, tanár, mit ér az ember pénz nélkül? Úgy jár, mint a csiki tepp. Miért az, hogy jár? Felcsinálták, azt ott hagyták. Ennyi, gyerekek, nem vagytok tisztában, fiaim, a közgazdasági folyamatokkal. Mi? A pénz csak mint általános értékmérő jelentkezik. Jelentkezik a nyavaját, hetente négyszer hívom. Interturban, az még egyszer se hívott vissza, maradj a értékmérő, maradj már. Gazsi! Édes fiam, Gazsi, az igazi értékek tárgyi értékek. Na, hogy megértsétek, megint vegyünk egy példát. Áron fiam, mit ad a lyuk? Jó, tejet áll. És még mit áll? Ó, hát az gyapjút is. Helyes, és mit készítenek a gyapjúból? Áron, hát miből van a nadrágod? Szétfejtettük öregapám kabátját, az nap. Ennyi áron, sosem tudom, hogy ilyen csavaros az eszed, vagy csak simán ilyen hülye vagy. Simán hülye vagy. Áron, nyelvtan tudod. Azt a tudom. Figyelj rám, felszólító mód. A szekér megindul. Most mondd ezt felszólító módban, a szekér megindul. Gyite! Azt mondja, hogy gyite! Elég a hülyeségedet. Na, elég legyen. Ne rövítségedet. Különösen te, Móricz. Olyanok a jeljeit, fiam, hogy szinte szégyellem magam miattuk. Nekem mondja a tanár úr. Annyi rossz jegyem van, hogy apám alkut kínált, hogy ezentúl minden jó jegyért kapok egy ezret. 1000 forintot ad. 1000 forintot. Tényleg, tanár úr, nem akar keresni napon 500 forintot. Nem szabad ilyeneket összemókálni, hát tele van lovettával a zsebe, ez a leggazdagabb közöttünk ma. Igaz is, Móriczka, nem adnál nekem kölcsön 500 forintot? Nem, mert csak 200-an van. 3-mal adós maradsz. Inkább azt adnád meg, amivel tartozol. Most nincsen éppen momentánikus egy fillért a zsebemben. Na, ezt mondtad az elmúlt hónapban is, hogy nem tudod megadni. És nem betartottam a szavam. De most megadom, Móriczka, egyem a aranszívet. Megadom kamatyostul neki. Mindjárt megadok, mert bezárt a bányó, ugye? Azt megkapom a végkielégülésemet. Mert mint köztudott, ugye, tanár úr be van írva osztálykönyvbe, hogy én sok éven keresztül, ugye, ma bányába dolgoztam. Mit hazudozott? Bányába. Kazsi, még hogy te bányába. Bánya! Na tessék, akkor mondd meg nekem, hogy néz ki a bányászlámpa? Mit tudom én, nappalos voltam. Ugyan már. Miért ne dolgozhatott volna a Gazsi bányába? Biztos dolgozott is. Miért rólam azt el tudjátok képzelni, hogy én a katonaságnál? A fekete tengeren a tenger alatt járó szolgáltam. Tenger alatt járó? Hú, az csuda lehet. Micsoda csuda? Oh, de mennyire te? Lemerültünk a tenger fenekére. Tenger fenekére lemerülünk. Belenézek a nézőkébe, úgy mondják mifelénk, hogy periszkóp. Periszkóp. Látom ám az ellenséges hajót, na mondom az anya úristenit, ez nem úszkál sokáig. Betöltöttük a torpedót meg a rakétát, megnyomom a gombot, kilőttem, elsüllyedt a hajó. Ott a lőttél. Ott lőttem. Gyilavaz ma itt a levegőbe össze-vissza nekünk, ha hazudoz. Mi van? Gyálérusz a popa nyelvéskérén trusaja, vészúrik itt utána. Ezt nem értem, de hülyeséget teszek már. A Mira ma hazudik itt a nekünk ennyi manus előtt itt. Én-e? Szilveszter éjszakán pofán. Hogy én hazudok neked? Te hazudsz, mint a olvastam. Maradjál magatokat, adjunk el! Tanár úr, miért nem szólnál? Hagyjon csaplak le! Hát ott hazud a te korácsán! Maradjál magatokat, én olvastam! Ekkorát ilyet hazudni nekünk itt, hogy te víz alatt lőttél. Ha persze! Hát maradj ma, magyarázzál! Mi? Ha hogy nem ment be a csövön a víz, visszafelé! Édes jó Isten! Ha hogy lehet már valaki ekkora hülye? Ha nyugodtan! Hogy lehet már? Ne idegelj fel, ne! Hogy magyarázza meg? Lassan mondja! Tessék, ide figyelj! Kádba, fürdés közben! Fürdés közben!
durrantottam? Többször is. Igen? Azt már bevíz. Nem a... Na látod, ha így működik a torpedó. Akkor én egy torpedó nasád vagyok. Az lehet a franceben. Maradjál már. Az anyád, nem ért. Elég volt a hülyeskedésből. Térjünk rá végre mai órán témájára. Térjünk. Hogyan lehetne békésen együtt élnünk itt a Kárpát-medencében? Az úgy... Épp magyarázni akartam, mert nem csingattak. Most jól lenne tudni, hogy becsingattak, kicsingattak, vagy csak kocsingattak? Már ennyi elég. Kisebbségi osztály, vigyázzunk el is. Gyertek ide. Együtt vagyunk, tanulunk. Ne feledjétek, mindannyian magyarok vagytok. Jaj, de jó, hogy ezt tetszett említeni. A holnapi téma pedig, hogyan lehetne békésen együtt élnünk itt a Kárpát-medencében. Értitek? Hogyan lehetne békésen együtt élni itt a Kárpát-medencében? Ez a házi feladat. Igen. Meg tudjátok oldani? Pont mi hárman. Hát ehhez mi kevesen vagyunk. Segítsetek! Itt születünk, ez szóval ez a véleményünk.